2015 óta vagyok Cserháthalá polgármestere, azóta a település fejlődésnek indult. Célom az, hogy ez a település kiemelkedjen Nógrád megye összes többi települések közül, és itt jó legyen élni, jó legyen hazajönni, biztonság várja és fogadja az ide érkezőket, legyen az akár új lakos, legyen az akár ide látogató vendég. Éppen ezért azt szeretném, hogyha a munkámat tovább folytathatnám, és a következő ciklusban még több fejlesztést tudnánk ennek a településnek a javára, ennek a településnek a virágzására idehozni Cserháthalápra. Mikor a település vezetését átvettem, böngészve a honlapunkat, azt az olvasnivalót találtam, a település látnivalója a művelődési ház és a római katolikus templom. Hát ez úgy gondolom, hogy a legtöbb településnél megtalálható, így egy kicsit bővíteni szerettem volna a repertoáron, és ez az idén átadott tájház úgy gondolom, hogy méltán a település gyöngyszeme. Legfőbb kritikámként azt szokták megemlíteni, hogy mindig mindent egyszerre csinálok, és mindig mindent azonnal szeretnék elérni. Hát igaz ez erre a tájházra is, ahol két legyet ütöttünk egy csapásra, ugyanis ez egy 30 éve a település közepén égtelenkedő rom volt. Ezt mindenképpen orvosolni kellett és el kellett tüntetni innen a falu közepéről, de ha már ilyen nagyon jó elhelyezkedése van a falu közepén, hogy kiugrik az utcaképből, és gyakorlatilag jövetmenet az embernek a tekintetét ide vonza, akkor én úgy gondoltam, hogy egy tájházat szeretnénk a településen bemutatni, és ez az épület lesz az, aminek a legjobban megfelel. Így a Start munkaprogram keretén belül nyertünk erre 2.229.000 forintot, és abból a pénzből és némi munkával elkezdtük ezt az épületet felújítani, majd miután az építési tevékenységet befejeztük, akkor elkezdtük szépen berendezni a településen élőktől kapott tárgyakat és berendezéseket, használati eszközöket próbáltuk meg itt felvonultatni, azért, hogyha valaki ide érkezik, akár a településről, akár máshonnan, akkor meg tudja azt nézni, hogy hogyan éltek elő 50, 100 vagy 150 évvel ezelőtt. Régi hiányossága volt a településnek egy emlékpark, amelyet azért hoztunk létre, hogy 100 évvel később is tudjanak majd emlékezni a fontos eseményekre és dátumokra, melyek a magyarság történelme folyamán Cserháthalápot is érintették. A rendezvényeinkkel is azt próbáljuk meg a településünkön élőknek és a környező településen élőknek megmutatni, hogy azok a hagyományok, melyeket apáink, nagyapáink ápoltak, azokat nem szabad hagyni elveszni, azokat nekünk is fent kell tartani a gyermekeink a jövő számára. Településünk és a jövőnk záloga a gyerekek és a felnövekvő generáció. Ezért szívügyemnek tekintettem, hogy a helyi óvodát mentsük meg, és arra érdemes igyekvő szülők gyerekeivel töltsük meg. Így először a kinti játékparkot újítottuk fel, most pedig megpróbálunk egy 40 millió forintos beruházással újabb csoportszobát létrehozni, hogy még több gyerek járhasson a Cserháthalápi óvodába. Gondolom, hogy gyakorlatias ember vagyok, éppen ezért nem elég rendeleteket és határozatokat hozni egy polgármesteri íróasztalnál, hanem a munkából is ki kell venni a részünket, és egy kicsikét építő jellegű tevékenységet is kellett folytatni. Éppen ezért szociális bérlakást újítottunk fel, garázsokat, műhelyeket, raktárokat építettünk. A mögöttem látható épület a településen a leggyakrabban használt és látogatott épület, nem más, mint a művelődési ház, melyre pályáztam energetikai felújításra, és nyertünk is, hál' Istennek, 35 millió forintot, ezt pedig egy új tetőszerkezettel pótoltuk meg, így most már elmondható, hogy ez az épület kívülről teljesen megújult, új nyilászárókat kapott, egy fűtéskorszerűsítést is sikerült kieszközölnünk, illetve a napelemben keresztül meg fogjuk tudni saját magunknak oldani az energiaellátásunkat, így lényegesen tudunk spórolni.
Cserháth Halál vezetését, amikor átvettem, mínusz 15,5 millió forinttal vettem át a kasszát, ezt mára sikerült csak nem 2 millió forintra csökkenteni, bár az volt az eredeti kitűzött célom, hogy a cikluson végére nullára csökkentem a település adósságát, sajnos az alulfinanszírozottság és a település meg annyi megoldandó problémája ezt nem tette lehetővé, de remélhetőleg a következő ciklusomat úgy sikerül kezdenem, hogy ezt a tartozásomat, illetve más tartozását azt végre nullára sikerül redukálnom. Legjelentősebb rendezvénye a Betyárasztal Fesztivál, melyet a régi falunap dátumára időzítettünk, de hogy egy kicsit érdekesebbek, egy kicsikét vonzóbbak legyünk, ezért elkereszteltük Betyárasztal Fesztiválnak. Mitől is Betyárasztal az a Betyárasztal? Hát értelmezhetjük ezt úgy is, hogy a Betyárasztal étkeit, italait vonultatjuk fel ma önöknek, ebből lehet majd kóstolni, illetve az ételeket ízlelni. Több mint 10 csoport versenyzik itt hátul a hátunk mögött. Ők fogják a mai nap elemózsiáját majd itt megfőzni nekünk szabad tűzön. Ezt meg lehet majd kóstolni, illetve mivel a művöldési házban közben pálinka verseny zajlik, ezért az uraknak jó hír, hogy pálinka kóstoló verseny is lesz. Ezt is jelentheti a Betyárasztal. De mi talán egy kicsikét máshogy értelmezzük, ugyanis nekünk olyan szerencsénk van, hogy a településnek van egy Betyárasztal nevű helye, ami a Mohora, Nógrád Marcal, Cserháth Haláp 3-as határnál található, és hát a hiedelem szerint régen a betyárok így gyülekeztek, mivel ez egy hegygerinc és hatalmas erdőségek veszik körül, ezért messzire elláttak és láthatták, amikor a pandúrok esetleg kergetik őket, akkor idejében kereket tudtak még oldani. És hát ha már ennek a betyárasztalnak magának én vagyok az ötletgazdája, természetesen meg kell jegyeznem, hogy bár az ötlet az enyém volt, a kivitelezés az egy személyben nem jöhetett volna létre. Így nagyon szépen köszönöm Cserháth Haláp közösségének azt, hogy támogattak ebben, kiálltak mellettem, és meg tudtuk valósítani ezt a rendezvényt. Vidéki polgármesterként nem csak mesélek a vidékről, gazdálkodóként át is élem azt. Gyermekkorom óta foglalkozok állattartással és földműveléssel. Vannak egészen új ötleteink is egy ilyen kis település életében. Idén még kilátót szeretnénk építeni, egy mini komposztáló telepet, hogy a helyben keletkezett zöld hulladékot, ha már környezetvédelmről beszélünk, akkor ne a kertekben kellene elégetni, hanem itt lehessen szabályszerűen tárolni, aztán majd felhasználni az önkormányzati kertekben, mert hogy mi a önkormányzati kerteket is gyakorlatilag feltámasztottuk és művelés alá vontuk, ezzel előállítva az önkormányzat rendezvényéhez szükséges zöldséget, gyümölcsöt, illetve több olyan területet vontunk be a termelésbe, melyben hosszú távon gondolkozunk, és valamilyen feldolgozóipart ráépítve szeretnénk a településen élőknek valamilyen munkahely lehetőséget teremteni. Sokakkal ellentétben, amikor 2015-ben polgármesternek választottak, engem nem a polgármesteri pozíció, nem ez a szék érdekelt, hanem a településen elvégzendő munka. Én úgy gondolom, hogy elég sok munka van már mögöttünk, de még több van még előttünk, és az a nem túl könnyű, rögös és nehéz út, amin elindultunk, annak a vége még nagyon messze van, de a kezdeti, legstabilabb lépéseket már megtettük rajta, megvetettük a lábunk, és szeretnénk tovább folytatni ezt a munkát, szeretném tovább építeni ezt a települést. Megpróbáltam, amikor átvettem az irányítást, a jó gazda gondosságával gondját viselni ennek a településnek. Én úgy gondolom 4 év távlatából, hogy ez sikerült, és fejlődő pályára állt ez a kis település.